A 2023-as adatok szerint tavaly is a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett a legtöbb bejelentés az NMHH-hoz. Itt van már velünk dr. Csalár Dolina, az NMHH osztályvezető internet hotline osztályának osztályvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszéljünk erről a nagyon-nagyon szomorú statisztikáról. Ugye, itt megmutatjuk a kamerának, kaptunk ki Dorinától egy beszámolót, az NMHH jóvoltából, egy 2023-as beszámolót, ebben tisztán látszik, mert van egy oldal, már is kinyitom, ahol felmutatják, hogy milyen százalékban és mik azok a tipikus bejelentések, amik születtek az elmúlt évben. Beszéljünk a sorrendről és beszéljünk a számokról, a százalékokról. Rendben. Ja, ahogyan itt már elhangzott, a legtöbb jelzés a tavalyi évben, ahogyan egyébként 2019 óta folyamatosan így történik, gyermekpornográfia kategóriában érkezett a legtöbb bejelentés hozzánk. Tavaly az éves összbejelentés szám 42%-a érkezett ebben a kategóriában. Ez azt jelenti, hogy gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggő tartalmakról beszélünk. Ezt követte az online zaklatás kategória, ez a bejelentések 18%-át tette ki, és utána következik a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória, illetve az adathalászat 14%-kal. Tehát ez a négy top kategóriánk a tavalyi évben. Mit tehet ilyenkor az ember? Hogyan próbáljuk megakadályozni, hogy ilyen legyen, bekövetkezzen, ha tapasztal az ember bármit, akkor hova fordulhat, hogyan lehet ezt az egészen elképesztő számsort lejjebb vinni, és hogy ilyen ne is legyen egyáltalán? Itt most kifejezetten a gyermekekkel kapcsolatos jelzésekre gondolunk. Ez világszinten problémát jelent. Tehát nagyon-nagyon sok jelzés érkezik más hotline-okhoz is. Érdemes talán kiemelni a COVID időszakát, ez mondjuk a 2021-es évet. Ez nálunk a hotline-nál is egy nagyon-nagyon kiemelkedő év volt. Akkor a bejelentések 74%-a szólt ilyen tartalmakról, tehát ahhoz képest egyébként egy ilyen csökkenő tendenciát látunk. De ez nem jelenti azt, hogy ez akkor továbbra, vagy továbbiakban nem probléma. Ez a 850 darab bejelentés is nagyon-nagyon súlyos szám. Mi azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy bárki, aki ilyen tartalomba ütközik az interneten, bármilyen módon, az tegye meg a jelzést. Például az internet hotline-hoz anonim módon is fogadjuk a bejelentéseket. Nagyon egyszerű bejelentést tenni, nekünk elegendő az URL cím, illetve ez a legfontosabb számunkra, hogy legyen egy URL cím, ahol van egy elérhető tartalom, amit mi meg tudunk vizsgálni. És ha megvizsgáltuk például az ilyen eseteket, amikor gyermekek az érintettek, akkor a Nemzeti Nyomozóirodával dolgozunk együtt, és velük vesszük fel azonnal a kapcsolatot. Említette itt a híradó alatt a mesterséges intelligenciának a szerepét, hogy tulajdonképpen most már annak a segítségével is lehet ilyen egészen gyalázatos tartalmakat gyártani, hogyan és miként? Igen. A generatív mesterséges intelligencia segítségével is elő lehet állítani ilyen gyermekpornográf tartalmakat. Az interneten felelhető képekből tudják ugye tanítani a mesterséges intelligenciát, tehát ebbe beletartoznak a már az interneten keringő gyermekpornográf felvételek is, illetve akár azok is, amiket szülők jóhiszeműen töltenek fel a gyermekükről az internetre. Hozzánk az internet hotline-hoz egyelőre csak szorványosan érkeznek ilyen jelzések, tehát hogy mesterséges intelligencia által generált gyermekpornográf tartalmakról szóló jelzések, de világszinten azt látjuk, hogy ez egyre súlyosabb probléma lesz, és mi is azzal számolunk, hogy több jelzés érkezik majd ezzel kapcsolatban. Ugye 42% ez, tehát gyermekpornográfia, a következő legnagyobb csoport az 18%-ban az online zaklatás, és itt az is nagyon érdekes, hogy megfigyeltő a fiataloknál egyébként is bármiről van szó, hogy zárkózottak, és ritkábban mondják el azt, ami esetleg éri őket, bármilyen negatív dolog, és itt is ezt tapasztalják önök is, hogy zárkózottak, nem beszélnek róla, hogy mi történt, és így nehezebb is nekik segíteni, vagy megakadályozni egy ilyet. Itt hogyan segíthetünk, akár szülők, vagy hogyan segíthet az ember? Igen. Mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a szülő és a gyermek közötti bizalom és a kommunikáció a legfontosabb. Ezt tudom továbbra is javasolni, hogy a beszélgetés azért kulcsa ennek a történetnek, hogy a gyermek megbízon annyira a szülőjében, hogy merjen segítséget kérni tőle, és hogyha baj éri őt, akár az online térben is, akkor tudjon a szülőhöz fordulni. A tavalyi évben azt tapasztaltuk, hogy a korábbiakhoz képest jóval több szülőtől érkezett hozzánk jelzés. Ez azt is mutatja, hogy ezek olyan szerencsés helyzetek, amikor a gyermek bízott a szülőben, és mert hozzá fordulni, és ott van még az a szál is, hogy van egy tudatos szülő, egy felelős szülő, aki utána vette a fáradtságot, utána nézett, hogy mit lehet tenni ebben a kérdésben, és például megtalálta az internet hotline-t.
Körülbelül még egy percünk van. Annyit említett itt egyébként, hogy a gyermekek között sincsen egy teljes szolidaritás, ha úgy tetszik, és mondjuk megértés a másik fele, hiszen a gyerekek nagyon őszintik, és rettenetesen, ha úgymond úgy tetszik, rettenetes bosszút tudnak állni azon társaikkal, akikkel nem feltétlenül értenek egyet. Tehát itt például, hogyha mondjuk akár gyermekpornográfiáról vagy online zaklatásról beszélünk, itt elhangzik a gyerekek szájából az, hogy megérdemelted, mert nem tudom, ez a sorsod, ez jutott, nem tudom, hogy mik szoktak elhangzani, de gyakorlatilag ott is felmerül már ugye ennek a veszélye, hogy az online zaklatás az még inkább kulminálódhat egy-egy ilyen áldozatnál, igen, egy-egy ilyen gyereknél. Igen, azt tapasztaljuk a gyermekek körében, hogy az áldozathibáztatás az nagyon-nagyon elterjedt a körükben, és valóban ez hangzik el, hogy megérdemelte, nem kellett volna ilyen képet küldenie magáról. Azért azt itt fontos megemlíteni, hogy azért nem csak a gyermekek körében tapasztaljuk az áldozathibáztatást, hanem a felnőtt társadalom körében is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben van mindannyiunknak szerepe, azzal, hogy milyen példát mutatunk a gyermekeknek akár egy ilyen helyzetben is. Tehát az áldozatokat segíteni kell, már egy-egy szó, egy-egy kisebb gesztus is segít az áldozatnak, és igyekezni kell arra biztatni őt, hogy merjen segítséget kérni. Egy internet elérhetőséget vagy telefonszámot tud mondani, ahova, hogyha valaki ilyet tapasztal, akkor mindenféleképpen forduljon. Igen, az fontos, hogy az internet hotline-hoz telefonon nem lehet bejelentést tenni, viszont az internethotline@internethotline.hu e-mail címen igen, és várjuk is a bejelentéseket. Igen, és mindenkit erre biztatunk, hogy természetesen jelezze, hogyha bármi ilyesmit tapasztal. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Voltálunk.